Szent István az ezer éves inspiráció. Békés Csaba is megemlékezett a Magyar Állam születésnapjáról. Népszerű volt a munkácsi torta, kevesebb mint fél óra alatt 1000 szeletet osztottak szét az államalapítási ünnepen. Újabb döntetlen, Sopronba látogatott Boyer Gábor együttese. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják, Horváth Szabolcs vagyok. Negyedszázados hagyományt követve szervezte meg idén is a Szent István napi előzetest a Lencsési Közösségi Ház. A nemzeti ünnepre hanguló közösségi programot minden évben az augusztus 20-át megelőző szombaton tartják, ezúttal az épp előtte való napra esett. Szerencsére az időjárás is ideális volt ahhoz, hogy a lakótelepen élőkön kívül az egész városból, sőt még messzebbről is érkezzenek, kimozduljanak és kikapcsolódjanak a forgatagban. Mintha csak a csorvási fúvószenekar és mazsorett csoport felvonulása trombitálta volna össze a környékbelieket, úgy érkeztek egymás után az érdeklődők egy nappal augusztus 20-a előtt Békéscsabán a Féja Géza térre, ahol a Lencsési Közösségi Ház már 25. alkalommal várta a családokat. Szeretünk itt a programokon részt venni a gyerekekkel. A kisebbek játszóházban élhették ki kreativitásukat. Vattával kellett kitörni. Nehéz volt? Hát egy picit. Míg a nagyobbak lovas és harci bemutatókat is megtekinthettek. Teljesen más mozdulatokat végzünk, mint a sportvívók. Sokkal nagyobb mozdulatok. A sportvívók kis apró kis mozdulatok épp, hogy betalálnak, és akkor itt meg nagy lendített vágások vannak. Szabjával ez a huszárok, amit voltak a katonai vívók. A rendezvény ötlete még 1991-ben született, amikor Takács Péter megpályázta a Lencsési Közösségi Ház vezetői posztját. Akkor úgy gondolta, a lakók száma miatt érdemes lehet egy ilyen augusztus 20-ai előzetes programot megtartani. A pozitív fogadtatás pedig azóta is motiválja a szervezőket a folytatásra. Ennek van egyfajta közösség formáló ereje is, és bizonyos tekintetben talán nem túlzásra azt mondom, egy kicsit hozzátartozik ahhoz az identitáshoz, amit mi úgy hívunk, hogy lencsési identitás. Hozzátette, minden évben úgy alakítják ki a programot, hogy az vonzó legyen a város minden lakója és az ide látogatók számára is, akiket idén is nagy szeretettel vártak. Térzene, zászlófelvonás, kenyérszentelés és szentmise. Békéscsabán többek között így emlékeztek meg az államalapítás ünnepéről. Augusztus 20-án délelőtt a főtéren kezdődtek a hivatalos programok. Térzenével indult az augusztus 20-ai program Békéscsabán a Körösparti Vasutas koncertfúvószenekar jóvoltából. Ezt követően a Magyar Honvédség 54. Veszprém radarezrede tiszteletadás kíséretében ünnepélyesen felvonta a magyar zászlót a főtéren. Békés Csaba polgármestere az ünnep kapcsán értékelte az elmúlt évet, kitért a magyarság tudatra és annak erősödésére. A magyar nemzet él, erős, pozitív jövőképpel rendelkezik, és ezen belül Békés Csabának is, a Békés Csabaiaknak is kitüntetett szerepe van. Úgy gondolom, hogy a városnak a fejlődése, amit az elmúlt években mutatott, ez minden itt élő számára egy pozitív fejlemény, pozitív esemény, és azt gondolom, hogy itt a Viharsarok szívében, a Viharsarok fővárosa előtt még nagyszerű évek állnak. Az államalapítás ünnepéhez ma már hozzátartozik az új búzából sütött kenyér megáldása, megszentelése és megszegése is. Békés Csabán az új kenyeret Márti Márta református lelkipásztor áldotta meg, majd Kutyay Pál lelkész szentelte meg. Áldjon meg minket, mindannyiunkat, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A kenyér szentelését és áldását követően Szarvas Péter Békés Csaba polgármestere és Vantara Gyula országgyűlési képviselő megszegte a nemzeti szalaggal átkötött kenyeret. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei elnöke elmondta, az új kenyér ünnepe összefor az agráriummal. Ez az ünnep
egyben az új kenyér ünnepe is az államiság mellett, hiszen az állam és a kenyér, azt hiszem, hogy és a hazaszeretet nélkülözhetetlen összefüggő értékek. Az új kenyér ünnepe egyben az agrárium, a gazdáink ünnepe is. A Magyarok Kenyere programban idén 600 tonna búzát gyűjtöttek össze a rászorulók számára. A helyi gazdák, tehát a Békés megyei és helyi gazdák és gazdálkodó szervezetek is betették a közösbe azt a mennyiségű búzát, ami jelképezi a Kárpát-medence magyarságának az összetartozását, hiszen ahogy elhangzott, sok millió búza szemből áll össze ez a liszt és kenyér, amit a rászorultaknak a határon kívüli területeken és a határon belül rászorultak is meg fognak kapni. Az ünnepi program a belvárosi római katolikus templomban folytatódott, ahol ünnepi szentmisén vehettek részt az érdeklődők. A szomorkás időjárás ellenére is megtelt Békés Csaba főtere augusztus 20-án este. A koncertek mellett a tűzijátékra is sokan voltak kíváncsiak az államalapítás ünnepén. A színpad előtt a közönséggel együtt énekelt és táncolt Lábas Viki, a Margaret Island énekesnője Békés Csabán, a Jókai Színház előtti téren. Az augusztus 20-ai színpadi programok 19 órától kezdődtek az együttes élő koncertjével. A borús idő ellenére többen is kilátogattak az esti programokra, bár voltak olyanok is, akik kifejezetten csak a tűzijáték miatt mozdultak ki otthonról. Ezzel a tűzijáték miatt jöttünk ki. Most egy kicsit a koncertet is hallgattuk, bár nem pont az a mi stílusunk, most ebben az évben annyira nem találták el, de azért meghallgattuk. A koncert után a Szent István téren elhangzott a himnusz, majd Szarvas Péter polgármester köszöntötte a békés csabaiakat. Ez az a nap, amikor megünnepeljük a több mint 1000 éves történelmünkben rejlő erőt. Ez az a nap, amikor Szent István példájából meríthetünk inspirációt, hogy közösen képesek lehetünk a további fejlődésre, építkezésre és sikerekre. Szent István élete, uralkodása és tettei mindannyiunk előtt példaként állhatnak. Az ünnepi gondolatok után a tűzijáték következett, amelyet a tavalyihoz képest hosszabban, összesen 10 percig élvezhettek a békés csabaiak. A résztvevők azt mondták, szívesen részt vesznek a városi programokon. A héten is voltam kint a Csaba Gyöngyénél. Volt egy tangoharmonikás koncert, utána egy ilyen új hullámos, nem tudom az együttes nevét. Ez volt szerdán pénteken, meg nyíregyházi csapat volt, egy részhúvos csapat, aki nagyon jó koncertet adott. Az ünnepi programok zárásaként Charlie és zenekara szórakoztatta az érdeklődőket. Jó estét, Békés Csaba! István napján! Kevesebb mint fél óra alatt elfogyott mind az 1000 szeret munkácsi torta. Idén a Mandula Extra elnevezésű cukrás süteményt választotta a szakmai zsűri az év tortájának Békés Csabán, és a különleges édességgel a hagyományokhoz híven vendégül is látta a város augusztus 20-án az ünneplő közönséget. Augusztus elején hirdette ki a szakmai zsűri a Munkácsi Mihály Múzeumban, hogy a következő egy évben melyik édesség viselheti a munkácsi torta címet. A győztes a glutén és laktózmentes Mandula Extra Fantázia nevű torta lett. A süteménynek mandulával ízesített vajkrém van a tetején, a kétféle mandulás piskóta között pedig egy mandulás datójakrém van. Vasárnap a nagy közönség is megkóstolhatta a különleges édességet. Nagyon finom, nagyon ízlik. Hát a mandulás ízlik, meg a krémes része. Az alsó része az ízlik. A máz nekem egy kicsit tömény. Összességében viszont finom. Igen, a tésztája nagyon jó.
Az államalapítási ünnepen immár hagyomány, hogy a Munkácsi tortával vendégeli meg a lakosságot a város, ugyanis a cím azzal is jár, hogy egy 1000 szeletes tortát kell készítenie a győztes cukrásznak augusztus 20-ára. Az előkészületek azok egy héttel ezelőtt kezdődtek, a tényleges sütés az pedig 3 napot vett igénybe. A kezdeményezést 2014-ben indította el Békés Csaba önkormányzata Munkácsi Mihály születésének 170. évfordulójának tiszteletére. Az előző évekhez képest egy kicsit másabb ízvilágú a nyertes Munkácsi torta. Datolja és mandula található a krémekben, és nagyon finom piskótával készítették el a nyertesek ezt a tortát. Gratulálok a Békés Csaba Orvosházi úti free-mentes édességek cukrászmestereknek. Úgyhogy hát én bízom benne, hogy mindenkinek íz lett, aki itt járt és elfogadta a város által felkínált 1000 szelet Munkácsi torta valamelyikét. A szervezők szerint amellett, hogy a Munkácsi torta öregbíti a város és a festőművész hírnevét, a helyi mestereknek is nagy lehetőséget jelent a kitörésre. Szólóztak a fúvósok a Vasutas Művelődési Házban, szóló hangszeres és csoportos előadások minősítése zajlott a Zenit kísérő programjaként. A produkciókat a zsűri előtt mutatták be a feltörekvő fiatal szólisták. A zsűri tagjai Varga István, klarinét művész, Váci Gábor, a Szigma Együttes vezetője is, Herceg Tamás a Zenit főszervezője volt. Hasson a trió előadásával kezdődött meg a 13. szólóhangszeresek találkozója Békés Csabán. A rendezvény a Zenit kísérő programja immár több mint egy évtizede. A hangszerek tekintetében ebben az évben leginkább a klarinét dominált, de az egyéni produkciók mellett duók és triók is képviseltették magukat a versenyen. A Hasona trió egyik tagja elmondta, már gyerekkora óta a hangszere szerelmese. Hasonán játszok, és azért választottam ezt a hangszert, mert csökmőm, amikor kicsi voltam nagyon, és akkor jártam a zenekarnak a fellépéseire nézőként, és nagyon tetszett a hasona, mint hangszer, és nagyon ügyes hasonások voltak, és akkor úgy beleszerettem, és akkor elkezdtem furujázni, aztán trombitáltam, és amikor mondták, hogy lehet hasonázni, akkor elkezdtem hasonázni, és akkor el is döntöttem, hogy zenével is hova foglalkozni. Az előadásokat szakmai zsűri értékelte és minősítette. Varga István klarinét művész elmondta, fontosnak tartja a szólóhangszeresek találkozóját. Nagyon nagyra értékelem azt a kezdeményezést és hagyományt, amit Békés Csaba a Zeniten belül kialakított, és itt most konkrétan a szóló kategóriás versenyre gondolok. Mert minden csapatban nagyon-nagyon fontos a húzó emberek játéka, és a zenében is így van. Ezek a mostani gyerekek kis szólistákból óriási szólistákká nőhetik ki magukat. A Zenit főszervezője elmondta, a rendezvény egyre népszerűbb és szívesen vesznek részt rajta a zenekarok. Vannak olyanok, akik több éve rendszeresen visszatérnek. A zenekarok, és ez nagyon jó, mindig szeretnek ide jönni. Békés Csaba egy befogadó város, egy olyan város, amely ezeket a zenekarokat is szereti, úgyhogy mondom, mindig örömmel jönnek. Egy olyan zenekar, amelyik mondjuk 5 éve, 10 éve volt itt, és újra felvesztük a kapcsolatot, akkor mindig örömmel emlékeznek arra, hogy itt töltöttek néhány napot Békés Csabán. A közönség pedig egyre gyarapodó létszámú. A szólóhangszeresek találkozójának legeredményesebb 4 szereplője a Zeniten is fellépett szombat este. Az esős időjárás miatt a főtér helyett a Csabagyöngye Kulturális Központ adott otthont a Fúvó Zenei Fesztivál záróprogramjának. A Révkomáromi Vezela Kapela együttes műsora indította a 31. Zenit Gála műsorát augusztus 20-án. A 4 napos fúvózenekari fesztivál művészeti vezetője szerint a zenekarok és a mazsorettek hihetetlen színes produkciókat mutattak be a 4 nap alatt. Varga István kiemelte a Zenit kapcsán a Körösparti Vasutas koncert fúvózenekar előadásait is. Ismét bebizonyította a Zenit, hogy nagyon is érdemes volt ez a kezdeményezés, és mindenféleképpen folytatni kell. Mivel minden 4 nap alatt megtelt a főtér, Békés Csaba
lakossága szereti a fúvós zenét, vágyik rá, szeretne eljönni. Úgyhogy úgy érzem, hogy betöltötte azt a szerepet, amit 31 éven egy ilyen egy komoly zenei fesztiválnak be kell töltsön. A záró programon a Gyoma Endrődi Színfolt Mazsorett csoport is fellépett, akik augusztus 20-a révén egy magyaros blokkal készültek erre az alkalomra. A Zenit Gála műsorából nem maradhatott ki a Körösparti Vasutas koncert fúvószenekar előadása sem, akik egy különleges összeállítással készültek a közönség számára. A Körösparti Vasutas koncert fúvószenekar karnagya elmondta, a Zenit fontos szerepet tölt be a zenekar életében. Nagyon nagy dolog a zenekar életében a Zenit, hiszen azok a zenészek, akik ugye távol vannak, azok ilyenkor nyáron hazajönnek, és ezt az egy hetet együtt töltjük, úgyhogy óriási élményekkel gazdagodva megyünk, és készülünk a szeptemberre. Az esemény főszervezője kiemelte. Az, hogy 31 éve töretlenül fut a Zenit Békés Csabán, annak is köszönhető, hogy a város befogadó és szereti ezt a fajta muzsikát. Ennek talán az lehet az ok, hogy Békés Csaba szerető a fúvószenét, a Zenit szervezőstábja alkalmas arra, hogy évről évre megfelelő anyagi kondíciókat szerezzen ahhoz, hogy a Zenitet megrendezhessük, és Békés Csaba kulturális művészeti társadalma alkalmassá vált arra az elmúlt években, hogy számos a fúvós zene környezetéhez tartozó projektet valósítson meg. Az esős idő ellenére a gála műsorra sokan ellátogattak és vastapssal értékelte a közönség a több mint egy órás zenés táncos összeállítást. Újra gól nélküli döntetlent játszott a Békés Csaba 1912 előre a labdarúgó Merkantil Bankligában. A másodosztályú küzdelem sorozat negyedik fordulójában Sopronba látogatott Boyer Gábor együttese. Az első félidőben többet birtokolták a labdát a fehérmezes csabaiak, de nagy helyzetet nem alakítottak ki. A hazaiak is csak apró lehetőségekig jutottak. A második játék részben megélénkült a meccs, a viharsarki együttes pedig kétszer járt közel a gólhoz. A 70. percben Gránic beadása után Urbin fejese középre tartott, a kapus így könnyedén védett. A 78. percben Gránic 30 méteres szabadrugásból találhatott volna be a kapuba, de Molnár bravúrral hárított. A mérkőzés hajrájában sem született gól, így maradt a 0-0-ás döntetlen. A lilák 4 forduló után 5 ponttal a 8. helyen állnak a tabellán. Folytatás szerdán a Moson-Magyaróvár ellen a Kórház utcai stadionban. Ezzel a híradó véget ért, köszönjük megtisztelő figyelmüket, hogyha szeretnének még magazinműsorokkal, online cikkekkel találkozni, látogassanak fel az oldalunkra, a behir.hu-ra. Köszönöm figyelmüket, további kellemes estét, viszontlátásra!